Na, sziasztok, azt vagyok, és most folytatjuk ugyebár a játékot, csak első beállítom ugyebár az időt. Inni, indítás, és akkor 30 perc. Na, ugyebár előző részt egy kicsit túllőttem, na mindegy, két perc előttem kb. Mindegy. 1892. október 25. A szegények senkinek sem hiányoznak, terelj össze néhány elvet, és a világra hálás lesz neked. Tüntesse egy utcalányt, és a úriember köszönetet mond érte. Szemelj ki egy koldust, és egy hölgy újra biztonságba sétálhat. Gyűlölöm őket, mindenki másnál jobban gyűlölöm őket. Ezt a kiváltságot, ezt a önhitiséget, az úgynevezett vezetők, társadalom pillérei, a gazdagok és a előkelők rejtegetik a szennyesüket, de semmivel sem kevésbé mocskosak. Vagy egy tervem, mindannyiuk számára, megetetjük őket, aztán belőlük csinálunk eledelt. Oké, köszönjük. Itt nem lehet leugrani, de le lehet ugrani, csak itt nincsen izé. Falpillér. Na, elméletileg még két rész van hátra ebből a játékból. Hát, reménykedek benne, hogy csak ténylegesen két rész lesz, vagy egy. Na, meglátjuk. Ott van még egy holtest. Zárva. Nincs semmi. Banner utca. Redeem yourselves! Redemption is at hand! Enter the cleansing and set your souls free! For you are born into filth and will die as pigs! Only through my redemption can you ascend to the skies and claim the heavens as your kingdom! Fall on your knees. Ashes, ashes, bones and ashes! For the pile will reach critical. We can have such a burning, but this city will shine as a beacon of redemption for the world! Okay. Ez nem a legjobb dolog. Na. London lángokban. Isten, bocsáss meg, mit robbantottam ki. Csak állok és érzem a lángoló város szagát. Látom, hogy hamut visz a szél. Hallom az ocsmány bestiák morajlását, üvöltését, hogy nekiesnek a várostak és mélybe húzzák a lakóit, hogy nem észárolják őket, kezdem érteni, mi lehet az a X vegyület. Másik összetevője, és azt is értem, hogy én vagyok mindezért a felelős. Meg kell találnom az utat, vissza gép szívébe és befejezni, amit elkezdtem. Igen, ugye már vissza kell mennem, hol voltam. Wow. Oké. Fiaim voltak, egyszerű. Bravo. Ki vagyok. Igen, itt nehéz tovább jutni, de tovább lehet jutni. Gyerek is fel... Nem is tudom, hogy hol van. Valahogy itt lehet találni egy olyan dolgot, ami nekem kell most. Eléggé érdekes kis momentum volt ez is. Meg azt hiszem bevonszoltak valakit, de ebben nem vagyok biztos. Csak ezt nem bírtam megmutatni, mert kettő dolog történik egyszerre. 1892. október 24. Elkülönítettünk nekik egy térszárnyat a kastélyban. A partjaikhoz meghívunk mindenkit.
közel a távolbeli, távolból, és dörzsölhetnek finomba borral, London legfinomabb falatjaival, Isten mennesz, ezek combok, fenségesek, kihúz jársz, menteshez, kihez jársz szentesthez. Tömd meg őket, a bor és a búza karakterét kölcsönöz majd a terméknek, és hová tartja a húst. Ópiumot a pezsgőbe és a szaftba. Sertésrostos minden este a hercegnek és hercegnének, mert színésznő ponírozva és felszeletelve. Egy kismalac, kisiparos minden falatban, egy teaipar, importőr a saját leveleiben párolva. Veszekednek és párosodnak asztallal. Kandallónál vörösbor és a zsírfoltos szőnyeg, miközben rég hallott, nemesek eltorzult hideg tekintete figyeli őket, ferde falakon függő aranyozott keretekből. Később fogunk lemosni, mikor belepároljuk őket a gépezetünkbe. Jézusom. Most éve őket használtátok föl? Betege állat. Mondjuk ezt tudtam. Na, itt egy másik út. És itt kell tovább folytatni, ezt néha nem tudják az emberek, szóval... Valaki valamit vár. Küzd valamivel. Ez egy 1892. december 23. Tükör előtt állok, magamat bámulom, hímveszőmmel a kezembe, és tükörképem rám vigyorog. Szája tele mustárgázzal, te hiú bolond. Gúnyolódik, tényleg ennyire más vagy? Tényleg azt hiszed, hogy gonosz alkotásaid nagyobbak bármi másnál? Csak egy gyenge ember vagy. A kor terméke, ugyanolyan, mint bárki más. Ez a bolond. Te kretén. Egy gyilkos őrület. Ennek a társadalmi David... Jó van. Darwinizmusának a természetes következménye. Ha te gonosz vagy, akkor a világ is gonosz. Egyszerűen hagyod, hogy a vér a utcákon folyjon, ahelyett, hogy elrejtenéd a szegény házban. Nálad a penge, és megad. Vagdosol fel otthon. Nem fizetsz másnak, hogy megtegye helyetted ott, ahol nem láthatod. Ha gonosz is vagy, legalább őszinte gonosz. És attól leszel übermeharcs. Így aztán megmosom a kezeim, és bedőlök az ágyba. Jó, van, hát ez nem is került olyan jóra, mint amennyire én akartam elmondani, de hát akkor maradjon így. Hú, hát jó, van, remélem még tovább. Aha. Csak úgy elmondom, hogy jöttem be, szóval nem ért meg tovább. Oké, zárva, akkor föl. Ez az, visszatértem a gyárba. Királyságosság. Na. Hát... Do you hear me, madness? This is what you planned. Ezt akartam. Egyáltalán nem ezt akartam. Mi van odaírva? Ő terület kizárólag a lovak számára, motoros járműveknek más bejáratot kell használni. Igen, ha erre akarnak menni, motoros járműveknek másik bejáratot kell használni. Na, ez milyen utca?
Hadburgi utca. Ott még van egy tábla, azon ugyanaz van, mint ez. Askene Stream, import és export. Dorset utca. Jaj. Tovább jutottam, urán. Utak és utcák. Tuska vannak ezek a átkozottak. A utcákon elszabadult szörnyetekek mind a motorteremből jöttek. Ahogy jöttem felfelé, három átkozott pneumatikus liftet számoltam össze. Amikor arra következtetek, hogy egy gép elég régóta tervezhette ezt a felszínre vezető utakat, utakat környékre csempészve. Ha irányzékom, irányérzékeny nem csal az utcán túl közvetlenül gyújtószoba felett leszek, és fogadni merek, hogyha ott is találok egy pneumatikus liftet, visszajövök a gép szívébe. Oké. Okay. Amíg van pár percem. Napló. Gőzkémények, ezt nem is olvastam el. A gépezet marajlása a forró gőz áramoltatta vesz körül. Nem juthattok át a felforrott kockázatos nélkül. Homár vagyok feltörve, leáll a vérkeringésem, életfunkcióm gyengik, a gőz felforral egész testemet, ha nem találok valami módot, hogy elzárjam. De tök jó, ki vannak írva, hogy mit nem olvastam el. Oké. Okay. Print screen utca. Print screen. Beast! Creature! Where are my children? Where are my children? Ordibálhatsz, de már hallottak ezt 1000%-ra biztos. Ezt még nem találtam meg. A Maci is eltűnt. Oké. Ezt nem találtam meg. 1892. október 25. Más stratégia a szegényekkel, akik nem bírnak a feléjük nyitott kézbe, a gőzölgő moslékkal, teli tányérba, számukra mit el... És rám írnak. Eltűnünk az éjszakában, számukra mi eltűnünk az éjszakában. Remélem még egyszer nem írnak rám. Hatékonyabb és kevésbé észrevehető, ha kóborlókat
gyűjtünk össze így egyetlen csapásra egész közösségeket, tüntethetünk el, nyissuk meg alattuk földet, hogy beessenek a mendőbe. Múlt hónapban egy balzsamos vasárnapon, nem sokkal éjfél után a ajtó aktiválásával 57 egyedi terméket szereztünk egyetlen csapásra. Arra utasítottam műhelyt, hogy kezdjek eltervezni egy utcafesztivált nyár végére, hogy megteljenek szűk utak. Hát ilyen nincs! Nyüzsgő tömeggel, lábak százaival elkezdtünk összeszerelni egy utca állutcáról álló hálózatot, és előkészületként kibővítettük a ketreceket egy második gyártósorral, bővítjük a rendszert, hogy megbirkózzon a forgalommal megnövekedésével. Komolyan mondom, ennek a résznek az az a neve, hogy háromszor írtak rám. De mondjuk én meglepődtem, én nem tudtam, hogy ez itt van. Nem tudom, ez ötletes volt. Köszönöm készítők, ez tényleg ötletes volt. Hát én így meglepődtem. Nem, kicsit így beszaladott. És itt van kint! És itt jövünk ki. Lehet látni a kockát, és ezt nem vettem észre. Na. Nézzük meg, hát már pár percet már csak kibír haverom is. Hé! Ajtó? Szokás. Na. A világ megművelése. Láttam a romjait. Ennek a úgynevezett fejlődésnek éhezés és betegséget láttam. Szemét sodródott a vízen, kikötőben. Pusztítjuk majd te és én mindannyiunk tisztátalanná tesszük a földet. Szóval ezek kette együtt dolgoztak. De mi történt a gyerekeimmel? Hogy haltak meg? Mert én elég szemét voltam, és a lelkükbe gázoltam. De ki tudja, lehet, hogy én voltam, aki megöltem őket. Na, majd meglátjuk. Nagy valószínűséggel eléggé nagyon úgy tűnik, hogy mi öltük meg őket, de... Ki az, akivel beszélgettem? Ki az, aki engemet keres? Ugyebár... ez az Isten, akit teremtettünk. Túl sokat nem. Na, megint írtunk valamit. Ellentámadás. Visszatértem a hosszú angyalként, ismét szabotőrként. Megtaláltam a módját, hogy leállítsam ezt a mészárszéket. Elég pusztítást nyitottam meg eddig a szívet. Eléggé összezavarva a gépet, hogy kipattintsam az arjait. Zárjait, a titkos ajtait, ajtajait. Soknak kell, mi van? Sokkolnom kell a szemem szúrni, mi van? Szemem szúrni forró dróttal, bökni a füleibe, kalapáccsal verni ki a fogait, és veget dugni minden testüregébe, akkor majd ihegni kezd. Az ihálás közepette benyúlunk a torkába, és belülről döföm le a szívét. Úristen. Beteg állat. Menősz az az? Semmébe sincs semmi. Mi van itt? Nyitsátok meg, állítsátok meg. Ilyesmit ír. Jól tudom, folyosókon végig kell menni. Miért kell végig menni, mivel ez a
kérdésre. Hát azért, mert az egyik végén van egy papír, én ezt tudom. Egyébként még a nyílt is arra mutatja, hogy arra kéne mennem. Arra. De itt a papír. 1899. október 25. Nincs kép. És megint rám érnek. Ne írjatok már rám, légy szíves, videózom, ne írj rám! Írj rám! Nincs egy olvasási kedvem sem. Nincs kép, képkés a hajós püspöknek, és falánk örökösének esőrömbú falatról kerülnek szortírozó rekeszek be, és legújabb, mint mindig visszakerülnek a zsírkocsira fel a konyhába, hogy megpróbálják, feldúsítsák a szoftvert, legyen és kenyér morzsát adjak hozzá, hogy aztán visszakerüljön az asztalra. A következő éjjel lakomára is tudod, nem minden este más elkezd, bár elkezdünk sűríteni a záró esemény gyakoriságát, szegényekkel ellentétben a gazdagokat idővel hiányolni fogjuk. De mi továbbra is elkészítjük őket. Kiváló ételeink már London kastélyaiba és konyháiba eljutnak. Times-ban nemrég megjegyezték, mennyire túlsúlyosnak mostanában az előkelőségek, finom borok és a gazdag húsokból álló tétájoknak köszönhetően. Persze a múlt hetében egy karikatúra dagadt malacnak ábrázolta, és lángítottam ott, saktitomot, aminek egy fatálon fekszik és társai róla tartottak. Ördögi és gyáva rágalmazás, nincs kétség, de olyan ízletes volt. Jaj, ez eléggé rossz. Jaj, annyit kell tudni, hogy most rajtam van a farmerem, és meg volt szorítva. Én meg nemrég ettem. Eléggé rosszul jött. De nagyon ízletes volt. Aha, köszönöm. Ezek után meg... Nem tudom. Hát remélhetőleg nem írnak rám többen. Ha rám írnak, én fölvaszom magamat, esküszöm. És ennek a résznek az lesz a neve, hogy rám írtak. Na. Aha. Én erre miért? Megnézzük, hogy erre mi van. És remélhetőleg... A következő részt be is fejezhetem. Mi ez? Vigyázzon, itt vagy egy nyílt lánkhasználatra tilos, szigető nélkül elektronikus használat tilos. Kérem, a gyújtógyertyánál ezeket az elektromos dolgoknak érintése halálos lehet. Össze kell zavarnom a gépet, és elárasztom a rendszert, ezúttal nem szennyvízzel, hanem forrásban lévő szikrázó konyhalállal. Aha! Szóval megrázni? Jó, értem. Virágos. Oké. Akkor... Show me these good. I do not see them.
Oké. Itt mi van? A bensőség feldolgozó. Nem tudom mi van, de szerintem az a rész, amit már láttunk föntről, hogy gyártósok központi vezérlője az. Vezérlő volt, gondoltam is. Hűtőtartályok. Mi van itt írva? Vigyázz rész, hogy jöhet nyílt le, aztán törzszírtődnék vele, és aztán tics. És annyit írtuk valamit. Az X-vegyület és a hűtőtartályok. Ez a vacak füzető X-vegyület, ez az egész szörnyűség. Ártérius vére perforralva a termeli a gőzt. Dugatjuk meghajtásához, de itt a hideg van, és a alkatrészek között folyva hűti azokat. Úgy lehet, hogy minél mélyebbre megyünk, annál hűvösebb lesz. Mi generál ekkora hőt, hogy a gépnek vér és ürülék koktéljával kell csillapítani? Hát érdekes. Oké. Itt vagyunk. Hol? Nem tudom, hogy hol. De mi van ide írva? Állj meg, menőzz! Gondold el, mit teszel! Mert annyira nem érhatsz meg. 1892. október 27. Fő felfelé ágyba. Ágyba fetreng... Fetrengjetek dagadt hasatokon. Párosodjatok és hányjátok le. Shazlant. Black Blanc ágyat. Vagy öltöző asztalon végül bele döltök a puha matracba részegen bedrogozva kövéren bután is érzéketlenül és pattanjatok a csapdába embermalackák pattanjatok a csapdába egy kar meghúzásával egy sor hidrodokba dugattyú és szervény indul be így három a célrudakból álló fal ereszkedik le a mennyezetről. Baldakinon át ketrecbe zárva az ágyon a terméket megakadályozva a menekülését. Aztán az egész ágyat hátra dönti a falba egy erős rugó szerkezet, melyet a szintén hidraulika mozgat. Ehhez a rendszerhez nyomásra és vákumos kizsigerelő rendszer melléktermékébe, amit a gyártósor másik részén használunk tömeggyártásra. Így létrehozhatjuk a saját palackozott forradalmunkat, a tömeg mozgalma következménye a gazdagok kiirtásának. Oké. Úgy látszik, hogy itt vannak ezek a dolgok. Mi ez? Vigyázz, tűzlődők név, láng használat, a tilos szigető anyag használat. Szóval elektronikus használat, a tilos. Na, mi történik akkor, ha én egy ilyen szerkezetbe beledobnék egy ilyen hűtőszivattyú? Úgy érzem, eljött az alkalom a első csapáshoz. Ha egy elég nagy tárgyal megakadályozom, hogy fogaskereke megakad a hűtő folyadék, áramlásra nyomás keletkezik, mely eltöri a csöveket és szétroppasztja a tartályokat. Ah, nem is rossz ötlet. Na, hát akkor... Zsúcs! Hold! Elég keményen oda vágtunk nekik. Na, most már visszameltek. Hát még azért visszaviszem, miközben így elbúcsúzok tőletek, mert ez a rész sajnos ennyi volt. A következő rész lehet, hogy a befejező rész. Lesz ennek az egész mindenségnek. Szóval a következő részben is tartsatok velem. Én Kaszt voltam. És ha tetszett a videó, nyomjatok rá lájkot. És ha még több videót akartok, vagy hasonlót, iratkozzatok fel a csatornámra. Így tudhatjátok az újabb híreket. Vagy azt, hogy milyen játékokkal játszik éppen. Ja, és ha van valami kommentálásotok, hogy mit kell csinálni, mi legyen, hogy legyen, hány méter legyen,
akkor kérlek szépen lent a komment szekcióba tegyétek meg eztet is. Ja, és van még valami? Ja, igen. El kell tőletek búcsúznom. Úgy biza, de... Jaj. És most már tudom, hogy kiírtam. Na, na. Na, császtok! Majd találkozunk a következő részben.